vendégünk Karácson Dávid vulkanológus, jó reggelt kívánok, mert hogy a legfrissebb hír, hogy elérte most már Hawaiin a láva, ugye azt a falut, amit örettektek, hogy el fog érni. Egyelőre a temetőt, de megy tovább. Mi a legfrissebb helyzet? Ugye mára mondták egyébként valóban, hogy eléri a Pahoa falut. Ez egy 900 lelkes település, de hát ugye Hawaii egy turista paradicsom és egy turista ország, ahol nem csak a helyiek, hanem a turisták tízezrei lesik, figyeli kíváncsian, hogy mi történik. Hawaii igazából egy békés vulkánsziget, nyugodtan lehet itt mondani. Ha legutóbb a japán vulkánról beszélgettünk ugyanitt, akkor az egy teljesen más természetű, más jellegű robbanásos vulkáni aktivitás, míg Hawaiin alapvetően lávaöntő tevékenység folyik. A láva néha folyik, most az a helyzet van, hogy 1983 óta különböző időszakokban megerősödve folyik, mozog a láva, és míg korábban a tengerbe folyt, egyébként az is okozott galibát, ott is voltak olyan városrészek, amelyeket elöntött a láva, addig most észak-keleti irányba tart ez a láva, naponta általában 10-15 métert halad, úgyhogy azért ezzel nem kell elszaladni. Sajnos azonban, amit elér, tehát a települést, korábban a temetőt, most ugye éppen olvastam a hírekben, hogy egy iskolát, több iskolát most már kitelepítenek, azaz nem lesz tanítás, úgyhogy a mai napon Hawaiin a gyerekek örömére elrendelték a bizonytalan ideig tartó oktatási szünetet. Tehát felkészült a lakosság és felkészültek a hatóságok arra, hogy a láva, ami útjába esik, azt kiürítsék, illetve próbálják védeni az ingatlanokat. Ugye, ahogy ön is mondta, ez óránként körülbelül 10 métert halad csak, ami nagyon lassúnak tűnik, holott, hogy mi, akik szerencsére nem vagyunk láva ország, ha nézünk egy filmet, abban mindig iszonyatos gyorsasággal jön a láva, és menekülnek előle az emberek. Ez viszont már nyár óta csordogál. Ez normális? Igen, tehát ugye arról van szó, hogy van egy nagyobb, viszonylag nagy, a mi kékesünknél magasabb vulkán, a Kilauea, annak is van egy olyan krátere, amelyben lávató élet föl néhány évvel ezelőtt, és ugyanakkor egy hasadék rendszeren ül ez a vulkán, és a hasadék is maga elkezdte az aktivitását. Na most egy hasadék is ugye jelzi, hogy ez egy hosszanti forma, úgyhogy ebből több helyen is följöhet a láva. És akkor folyamatosan jön az utánpótlás, és hát még is egy hegyről van szó, egyébként lapos, viszonylag lapos, autóval is meg lehet közelíteni, panorámával gyönyörködnek ugye a turisták tízezrei évente, de ez egy hosszanti hasadék, amiből elkezd a láva utánpótlódni és folyni. Hát igazából lehet tudni, előrejelezni, ez a szerencse a robbanásos kitörések ellentétben, pontosan, hogy milyen, mikor, hol lesz a láva, lehet erre készülni, és valóban június 27-én kezdődött ez a lávaöntés, ennek ez a szakasza, mert mondom, hogy korábban is évtizedek óta ez hol tart, hol megtorpan. Létezik olyan anyag a világon, amivel lehetne mondjuk terelni egy ilyen lávát? Igen, anyag kevésbé, de voltak erre próbálkozások, például az Etnán voltak viszonylag sikeres próbálkozások, ugye ott még nagyobb talán a veszély, meredekebb a lejtők, többen élnek, és próbálkoztak már azzal, hogy robbantanak például, gyakorlatilag olyan módon, hogy ezzel terelik a lávát, a láva folyását bizonyos irányokba. Ez egy lehetőség, nagyon költséges, műszakilag nagyon nehéz, és hát azért mondom, Amerikában egyébként erre is gondolnak most, de egyelőre még mindig szerencsésebbnek, egyszerűbbnek tűnik a kitelepítés, és hát az ingatlanok sajnos oda vesznek majd, ezeket akkor újraépítik. Egyébként az a terület is, ami korábban mondom a tengerbe ömlésnek volt a szintere, ott is előfordult kitelepítés korábban, és ingatlanok mégis ellettek borítva lávával. Közben hozott nekünk egy térképet, ezen egyébként mit láthatunk? Igen, ezek pillanatfelvételek, ha lehet így mondani. Ugye látszik az, hogy egy bizonyos idővel ezelőtt, egy héttel ezelőtt hol tartott a láva, és a legutolsó a térképen rögzített tegnap előtti dátum, sötétebb pirossal látszik az, hogy most éppen hova tart, hova mozog. Tegnap már itt tartott a láva, és ma pedig ugye, ahogy említette is a kérdésben, valószínűleg ezt a települést, a házakat konkrétan eléri. Lehet tudni nagyon röviden, hogy meddig megy? Hogy mikor elmegy? Hogy most tudni. Tényleg eltörli Igen, ezeket a településeket? Nem lehet tudni biztosan, de valószínűleg, ha el nem önt az egész települést, ugye látszik is a térképen, hogy egy viszonylag keskenyebb csapás mentén folyik, tengerbe fog menni, még egy 10 kilométert megy, akkor lassan bele fog folyni a tengerbe, ez elképzelhető, mint ahogy más helyén is Hawaiinak ez történt a korábbiakban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és elmagyarázta nekünk a helyzetet.